15 esztendővel ezelőtt adták át először Magyarországon a Prima díjat. A kitaláló Demján Sándor célja az volt, hogy a vállalkozói szféra legkiemelkedőbb egyéniségeit is elismerésben részesítsék Magyarországon. A Prima díjak, amik talán a legmegbecsültebb kulturális, tudományos díjjá nőtték ki magukat ugye országos szinten, de megyei szinten is, hiszen értékes díjakról van szó, 1 millió forint kerül ugye átadásra minden egyes díjazott számára, és én úgy tudom, hogy nagyon-nagyon sokan várják azt, hogy esetleg bekerüljenek ebbe a díjazotti kategóriába. Minden évben a tudományos és kulturális élet kiemelkedő személyiségei is elismerésben részesülnek. A megyei díjazottak közé posztumusz Gottwald Károlyt, a nemrég elhunyt fotóst, Lascsik Lászlót, a Bonyhádi Kórház kardiológusát és Kovács Balázs atomerőmű szakmérnököt jelölték. Egész életemben sikerült megszereznem azt a lehetőséget, hogy szabadon tudtam alkotni. És ez talán egy mérnöktől furcsa, egy művésztől egyértelmű volna, itt az alkotás a munkáról szól. A közönség díjra jelölést kapott Pálinkás Jöli, az Antitrádió vezetője, Sebestyén István énekes mesemondó, a díjat azonban a jövőre 10 éves Zsikó zenekar vehette át. Nekünk a legfontosabb hitvallásunk az, amit ifjú zeneakadémistaként Batta András rektorútól kaptunk a Művészetek Palotájában, amikor is arra esketett fel minket, hogy minden körülmények között a magyar népzenei, a magyar zenei élet és a magyar kulturális élet felemelkedését szolgáljuk. Én bízom benne, hogy jó úton járunk, és Tolna megye az otthonunk, vigyázzunk rá. Nagy tisztelettel köszönöm szépen a zenekar nevében ezt az elismerést. A VOSZ köszöntötte az év vállalkozói díjának tulajdonosait is. Az országos és a Tolna megyei díjat is 4-4 vállalkozás vezetője vehette át.